Határvadászokat toboroznak. A megyében Szabó Mihály és Domsic Katalin tájékoztatja az érdeklődőket. Jó napot kívánok, Szabó Mihály vagyok, a Készenléti Rendőrség állományában dolgozom. Így van, határvadász toborzó akció keretein belül veszünk most részt ezen a rendezvényen, amit a migrációs helyzet alapozott meg, és a kormány ez év augusztus 10-i döntése alapján további 3000 fővel kívánják bővíteni a már meglévő határvadász bevetési osztályok állományát új osztályok felállításával, illetőleg a meglévők bővítésével, aminek többek között az is a célja, hogy a csapatszolgálati századok mentesítése, illetőleg az állomány pihentetése, kifáradás elkerülése. Az újonnan felvételizők egy 6 hónapos moduláris képzés keretében sajátíthatják el a szakmát, egy OK és járőrtárs szakképesítés megszerzésével, de ennek előfeltétele a pályázatnak való megfelelés, a 18. életév betöltése, érettségbizonyítvány megléte, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a meghatározott fizikai, pszichológiai, egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés. Domsic Katalin rendőrőrnagy elmondta, milyen képzéseken vesznek részt azok, akik felvételt nyernek a rendőrség állományába. Egy moduláris képzésről beszélhetünk, és érdekessége a képzésnek, hogy a jelentkezők már az első 2 hónapban munkaviszonyban állnak a készenléti rendőrségnél. A 2 hónap elvégzése után, és letették a sikeres vizsgát, utána próbaidős őrmesternek kinevezzük őket, és 1 év letelte után pedig hivatásos őrmesterek lesznek. Ha valaki ezt a riportot látván kedve támad jelentkezni, hol teheti meg? A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálatánál be lehet telefonálni, vagy pedig személyesen bejönni. Egy zárt borítékban összekészítjük az egységcsomagot, és azt pedig az Országos Rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálatához eljuttatjuk. Létezik egy e-mail cím is, a határvadász@orfkpolice.hu, valamint országos toborzó központot hoztak létre, és működik egy Facebook, valamint egy Twitter oldal is.